Köszönjük Szabó János barátunknak ezeket az értékes gondolatokat, és ebből is látszik, hogy bárholnét is érkezik az ember a devizahiteles problémakörbe, ugyanazok a gondolatok újra és újra előjönnek, néha nyívesebben megfogalmazva, néha pontosabban megfogalmazva. Én azt gondolom, hogy az alapvető kérdés a jogállamiságnak a megteremtése. Most már mondhatjuk ezt nyugodtan, ahogy elmondta Dabasi Tamás, ahogy elmondta a Kopács csoport alelnöke Balogh István, hiszen itt konkrétan arról van szó, hogy azokat a jogokat, amelyeket az állampolgároknak biztosítanak, azokat használják is, tegyék is meg, ne csak mondják, vagy csináljanak álságos dolgokat. Kicsit többen vagyunk, érdemes odafigyelni az eseményeknek arra a folyamára, ami 2 hét óta zajlott. A mondani valóm kezdetén egyszer elmondtam, kicsit többen vagyunk. Nézzük újra, hogy mi is történt a Piteper óta, az első Piteper kurjai döntése helyetti állapot óta. Mint tudjuk, 25-én a kurja nem mert dönteni abban a kérdésben, hogy a devizahitelesek kirótt szerződések azok valóban jogszerűek-e vagy sem. Természetesen a jogszerűség látszata sem volt, hiszen a Piteper másodfokon már valamilyen módon eldőlt, ahol a másodfokú bíróság azt mondta, hogy a szerződések semmisek. A kurja nem mer dönteni 25-én, de elsőjén az állam a takarékbankot, a szövetkezeteknek a bankját államosította, és 101 takarékszövetkezet került így módon állami befolyás alá. Másodikán lemondott ennek a rendszernek az elnöke, ugyanis már nem volt funkciója. 4-én a Piteperben emlékezzük, olyan két irányú döntés született, az emberek nem tudták pontosan, miről van szó. Ekkor a demonstrálók a kurja elől felvonultak Orbán Viktor háza elé, és ott próbálták az igazukat átadni a miniszterelnök háza előtt. Ezek után 5-én a miniszterelnök azt mondta, hogy hibás termék a deviza, és hogy meg kell menteni az adósokat. Emlékezzünk, ezt leírták így, ahogy van. Nem történt semmi. 10-én azt mondta a pénzügyi biztos, hogy a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat pont ezért, mert a Piteperben a döntés így módon született meg, le kell állítani azonnal. Egyelőre erről még nem került sor, de nagyon reménykedem, hogy a mai nap a kormányülés után ez meg fog történni. 16-án, 17-én, 18-án egy érdekes folyamat zajlott le. Navracsis Tibor azt mondta, hogy igazságügyi eszközökkel fognak a devizahitelesek problémájához nyúlni. Majd Varga Mihály azt mondta, hogy a bankokkal tárgyalnak egy megoldás irányába, és már ezek a tárgyalások hosszabb ideje tartanak. 19-én, amikor teljesen körvonalazódott az ügy, hogy igenis egy kormányülés, egy rendkívüli kormányülés fog történni szerdán, ugye a mai nap ennek az eredményére várunk, akkor a OTP elnöke Csányi Sándor eladta részvényeit, gyakorlatilag kiszállt az OTP bankból, és ezzel helyet csinált a takarékbanknak, és én attól tartok, és most a kormány döntés iránti szkepticizmusom, hogy miért is fognak így dönteni, hogy nem arról van pusztán szó, hogy az egyik oldalról átcsoportosítják a pénzeket a másikba, az egyik pénzintézetből a másikba, és itt most csak arról van szó, hogy a rabszolga hova fizessen. Hogyha álmegoldás születik, akkor a bankmentés történt meg, és nem adósmentés. Ha viszont legalább az a hozzáállás fog érvényesülni, ami a Horvátországban, a horvát bíróság döntés alapján a horvát ügyben volt, hogy igenis a felvett honi valuta vagy fizetőeszköz alapján lesznek átszámolva a devizakölcsönök, az megfelelő lenne. Itt szeretném elmondani, hogy az horvát testvérszervezeteinket képviselő Udruga Franakkal felvettük a kapcsolatot, és bízunk abban, hogy a devizahitelesek problémája nem csak Magyarországon fog igazán fókuszba kerülni, hanem egész Európában, és augusztus végén, szeptember elején tervezünk egy közös demonstrációt, horvát-magyar közös demonstrációt Bécsben, a ottani bankok ellen előtt, amelyek nagyban szerepet játszottak abban, hogy ez a hibás pénzügyi hulladék ide kerülhetett Magyarországra. Szeretném, hogyha minél szélesebb körben észrevenni a kormány, minél szélesebb körben észrevenni Európa, hogy itt micsoda bűncselekmény sorozat zajlik, és ebben azt hiszem, hogy a ti segítségetekre is szükség lesz. Én szeretném. Tehát kicsit visszakanyarodva az OTP ügyre, mi úgy látjuk ennek a
ennek a hátterét, hogy miután Csányi Sándor az OTP-nek a elnöke, vezetője, igen jó barátságban van a mostani miniszterelnökkel, mint tudjuk, számtalan olyan hír járja, hogy az egyik legbefolyásosabb ember Magyarországon, ez egyértelműen azt jelenti, hogy jól értesül. Ez a jól értesültség azt jelenti, hogy 8 nem, hát most a pontos számot nem akarok nagy butaságot mondani, de a lényeg az, hogy napról napra nő annak azoknak a milliárdoknak a száma, ami az OTP eladásából az OTP bankelnökének a zsebébe folyik be. És hogyha ez a pénzösszeg valóban bekerülne abba a körbe, amit mondott, hogy a mezőgazdasággal kapcsolatosan szeretne fejleszteni, akkor azt mondom, megint egy érdekes helyzet áll elő, hiszen 2014-től a pályázati rendszer 7 éves pályázati ciklus megnyílásával újabb 10 milliárdok, 100 milliárdok kerülhetnek magánkézbe, magánzsebbe az OTP eladása kapcsán akár. Tehát az a 8000 milliárd forint, amely a pályázati pénzekkel beérkezik Magyarországra, nagyrészt a mezőgazdasággal kapcsolatos lesz, és az OTP eladásából származó helycsinálás valószínűleg az állam által befolyás alatt álló bankrendszer kezébe fog kerülni, ami valószínűleg minden bizonnyal a takarékbankra fog épülni. Mi azt gondoljuk, hogy ez az átmentés, és még egyszer felhívom a figyelmet, ez egy pénzügyi manipulációs sorozat, amelyben erőteljesen érzékeljük az államnak a részvételét, a kormánynak a részvételét, de leginkább azt szeretnénk tudni, hogy ebben a kérdésben a kormány által elősen támogatott civil összefogás mozgalom hogy kerül be, mint a devizahitelesek képviselője, hogyan tudták elfogadni a kormány részéről őket, mint tárgyaló partnerek, és vajon miért nem akarnak azokkal az egyesületekkel tárgyalni, olyan emberekkel egyeztetni, akik ebben a munkában igen intenzíven részt vettek az elmúlt években, évtizedekben. Felhívjuk a kormány figyelmét, hogy a devizahitelesek kikerülése, álmegoldások, amiket terveznek, akár civil csoportok, olyan civil csoportok bevonásával, amelyek mindeddig nem vettek részt a devizahitelesek problémájának a megoldásába, számunkra elfogadhatatlanok, és követeljük azt, hogy mindazon civil csoportok viszont, akik ezt átlátják és tudnak tenni ennek érdekébe, azok vegyenek részt az egyeztetésekben, hogy valóban a devizahitelesek problémáját sikerüljön megoldani. Én mindössze ennyit szeretnék elmondani, és nagyon örülnék, hogyha a devizahitelesek mentőve részéről Zomborszky Fejér Zsolt néhány gondolattal hozzájárulna a mondani valónkhoz.